A Kapos Völgye csapatával játszik éppen a házigazda Kozár Misleny az U11-es regionális bozsiktornán. Somogy, Tolna és Baranya megye körzetközpontjai harmadik alkalommal találkoztak az ősz folyamán. Normál erősek. Elmondod, hogy mióta focizol, és mi a célod neked a focival? 3 éve focizok, és az a célom, hogy kijussak külföldre focizni. Nekem az a célom, hogy én is kijussak külföldre, meg hogy... Elmondod, hogy milyenek most itt a meccsek, milyen meccseket játszotok, mennyire vagytok jók, milyen a csapatotok? Jók a csapatok, mi is jók vagyunk. Nyerni fogtok? Szerintem igen. 4 éves korom óta focizok, nekem is az a célom, hogy kijussak külföldre. És nagyjából ennyi. Milyenek most itt a meccsek, mennyire nehéz, van-e olyan nagy ellenfeletek, akiktől tartotok? Hát, nincsen. Eddig milyen meccseket játszottatok? Hát egyet nyertünk, és ennyi. Összesen 8-12 fős csapat érkezett a Kozár-Mislenyi tornára. 8 csapat mérkőzik meg egymással, a körzet központja legjobbjai. Egyszer 16 perces mérkőzéseket játszanak, 3 itt történő műfűben, illetve 1 a fenti fűves pályán, és nagyjából mindenki játszik mindenkivel. Egyetlen egy mérkőzést láttam a fenti Kozár Misleny Bonyhádot, nagyon jó mérkőzést láthattunk, tényleg nagyon jó jelenetekkel, passzokkal, kényszerítőkkel, tényleg nagyon ügyesek a srácok, és hát ők a jövő reménysége, úgyhogy bennük van minden. A résztvevő gyerekeket a körzetközpont edzői mellett a tehetségközpont szakemberei is figyelik. Ez a színvonal az mindig egy érdekes kérdés. Ha azt látjuk, hogy a gyerekek jól érzik magukat, nem feledten játszanak, úgy gondolom, hogy az már megfelel annak, hogy sikeres volt a rendezvény. Minden körzetközpontban van 1-2-3, akár több olyan játékos is, aki később majd reméljük, hogy felsőbb szinten is meg tudja majd állni a helyét, de elsősorban ez majd a jövő zenéje. Maga az, hogy egy klubnak a munkáját vizsgálni tudjuk, az mindig egy hosszú folyamat. A lényegi munka tavaly indult el a klubfejlesztési osztály részéről, aminek a kifutását 1-2 év múlva várjuk majd, hogy kicsúcsosodjon. Egyébként minden körzetközpontnál vannak pozitív jelek, és nagyon fontos az, hogy minden körzetközpontot külön kezeljük. Tehát ami például működhet, mondjuk Somogy megyében, Nagyatádon, ott is tudunk sikereket elérni, lehet, hogy Mohácson teljesen más fogja azt jelenteni, hogy mit ér egy klubnak a fejlődése. A tavasszal ugyanúgy csinálunk egy ilyen 8-as kört, mindenki rendez egy tornát, de emellett egyébként van még lehetőség a körzetközpontoknak arra, hogy akár magasabb szinten is 1-2 alkalommal megmérettessék magukat tehetségközpontok ellen, amennyire meghívást kapnak tőlük. A Kozár-Mislenyi regionális forduló végén is megválasztották a körzetközpontok legjobbjait. Ők a PVSK-ból Mészáros János, Kozár-Mislenyből Viola Ádám, Nagyatádról Filipovics Dominik, a Kaposvölgye csapatától Zejnulaj Omer, Szekszárdról Kocsis Bence, Szentlőrincről Gyöngyös Vince, Mohácsról Fledrich Martin és Bonyhádról Balog Marcell volt a napjátékosa.